Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Balac Kádé vagyok. És ebben a videóban a DJI Osmo 2-ről lesz szó. Ugyebár nekem egy Samsung Galaxy A52 S5G-m van, nem egy támogatott készülék, mert csak 5.0-ás van UI rendszer fut rajta. 7.0-tól támogatja. Tehát ezt nekem úgy kell megoldjam, Google Play áruházat nem figyelembe véve, mivel nincs rajta a DJI Go alkalmazás, de szépen Google-ba bementem, és akkor ott letöltöttem az applikációt. Működik, bár korlátozottan, 720p a fölvétel, és mindjárt meg is mutatom nektek. Itt a doboza, ebbe kapjuk magát a készüléket, adatkábelt, és maga a DJI Osmo 2 Mobile ...nak a dobozát. Maga a készülék beüzemelése nehézkes volt. De sikerült mégis megoldjam, hogy működjön. Látjátok, most is itt mozgatom. Meg kell találjam a megfelelő szöget, hogy hova kell rakjam, hogy belátszódjak rendesen. Stabilizálni fogja szépen, ugye most egy fix helyen van. És akkor ugye működik, hál' Isten. Mazona a legjobb, ez a tracking mód. De mivel sajnos nem elérhető benne, mert elérhető, csak maga a telefon nem tudja azt a funkciót, mivel, mint említettem korábban, hogy nem támogatott. De egyébként meg nagyon jó. Én meg vagyok egyébként vele elégedve így alapszinten ezzel a kis eszközzel, de ez, hogy nem működik egy olyan telefon, ami 2021-ben jött ki, azért az nem áll. De most azért vegyek egy iPhone-t, vagy vegyek egy újabb telefont. Tényleg én úgy gondolom, hogy aki szeretne egy ilyen kis készüléket, annak jó választás lehet. Látjátok, itt lehet mozgatni jobbra, balra, föl, alá. Kicsit még gyakorolni kell, de azért na, én szerintem ez jónak mondható. Igen, egy kicsikét még itt szórakozok vele, de hogy ez a tracking mód jó lenne, és működne, akkor nagyon örülnék. Majd lesznek külső fölvételek, megmutatom nektek a gomb működéseket, de attól még megmutatom. Tehát itt is lennék a videóval. Ugye maga stabilizátoron találunk 4 gombot. Van a zoomolási gomb. Van zoomolási lehetőség. Kontroll vezérlőnk, amivel körbe-körbe tudjuk mozgatni az eszközünket. Van akkor ilyen módgomb, illetve ez a bekapcsoló gombunk. És van egy fényképező gombunk, amivel lehet tudjuk indítani akár a felvételt, akár a videót, attól függ, hogy milyen módba rakjuk a telefont. Valamint van rajta egy USB csatlakozó, amin keresztül tudjuk tölteni magát az eszközt, vagy egy másik eszközt erről az eszközről, de nem javaslom, nagyon lassú. A gombkiosztásról még egyetlen egy van. Pontosabban csatlakozó kiosztásról még egyetlen egy van. Itt az USB nyílásunk. Erről tudjuk tölteni a másik eszközt, amit akarunk ehhez hozzá csatlakoztatni. De nem javaslom. Nagyon lassú. Tehát a kisebb méretű csatlakozón magát az eszközt tudjuk tölteni. A nagyon méretű csatlakozón pedig azt az eszközt, amit hozzácsatlakoztatunk ehhez a gimbalhoz tulajdonképpen. Mi? Van tracking mód mégis? Jó. Minimálisan, de működik a tracking mód.
Itt láthatjátok, hogy mit csinálok. Jelenleg telefon kiveszem a tokból, majd belehelyezem szépen a termék tartójába. Hátsó kis tekerőt használva be kell stabilizálnunk maga az eszközt. Látjátok, egy kicsit béna vagyok, de nagyon precízen be kell állítani úgy, hogy teljesen vízszintes legyen maga az eszköz, utána pedig elkezdődhet a kalibrálás. Ha úgy érzed, hogy készen vagy, és megfelelő a stabilság, indítsd el a DJI Go-t, majd benne a beállítás a menübe a gimbal az opciót, és ott van, hogy automatikus optimalizálás, majd ezt a folyamatot láthatjátok jelenleg a képernyőn. Ez körülbelül egy percig tart, ilyenkor szépen bestabilizálja lefele, oldalra, fölfele, minden irányba. Egy kis kék csíkon láthatjátok magát a folyamatot. Ez azért kell, hogy minél stabilabb legyen az eszközötök, amikor bekapcsoljátok, összepárosítjátok Bluetooth-szal, majd működés közben tudjátok stabilan fogni magát az eszközt úgy, hogy rásegít stabilizátor. Majd láthatjátok is, hogy készen is van, ilyenkor még ne nyúljatok hozzá, majd automatikusan visszaáll, és tökéletes. A kalibrálás készen van, láthattátok. Én azt kell mondjam, ez a kis használat alatt én örülök ennek a terméknek. Nagyon abban elmondva, összegezve megérte, de nagyon sok szívás volt vele az elején. Attól függetlenül ez egy nagyon jó termék, de már nagyon régi, mert azóta van 6-os modell, és inkább azt ajánlanám. Nem egy olcsó mulatság, de akinek kell videóstabilizáláshoz, fölvételekhez, timelapse-ekhez, annak tökéletes. Én köszönöm szépen a figyelmet, Barack HD voltam, találkozunk a következő videóban, vagy élőadásban. Sziasztok! I'm gonna